Üdvözlet mindenkinek! Még ki sem hűlt az Acme katalógusa, már is megérkezett belőle az idei év első hazai vonatkozású MÁV-os vasút modellje, mégpedig a 21-es pályaszámú gigant. Ezt a mozdonyt fogom most kicsomagolni, és megnézni, hogy hogy sikerült megoldani az ollós áramszedőt a gépen. Még mielőtt kibontanám a modellt, jöjjön egy kis gigant történelem. A 0 széria járműveit 1981-től szállították a MÁV-hoz, és abban a festési variánsban, ugye ez a klasszikus világos szürke főkerettel és vörös csillaggal 9 évig voltak forgalomba, ugye 1990-től lekerült róluk a vörös csillag, és elkezdtek sötét szürkére alakulni a főkeretek. 90-től egészen 2008-ig majdnem, hogy változatlan festési és feliratozási formában jártak ezek a járművek. Ez volt a leghosszabb időszak, amit változatlan külsővel töltöttek a mozdonyok. Természetesen ugye kisebb-nagyobb változások voltak, mint említettem, ugye a világos szürke főkeret az nem egyszerre tűnt el a mozdonyokról, hanem szépen így a 90-es évek folyamán kezdtek ők besötét szürkülni. 2008-ban került föl rájuk ugye a MÁV trakció megalakulásával a H-MÁV-TR felirat, először csak előre, majd a mozdony oldalára is. Ugye a 0-12-es pályaszámú mozdony az ezt a festési és feliratozási verziót modellezi le. Ebben a verzióban nem voltak túl sokáig közforgalomban járművek, hiszen 2012 környékén elkezdték lecserélni a V63-as sorozat megjelölést a 630-as sorozat megjelölésre, és a gépek oldalán ekkor tűntek föl a 12 számjegyű pályaszámok is. No de, ebben a telefonszámosnak hívott verzióban se voltak sokáig változatlanul a mozdonyok, hiszen 2014-ben megszűnt a MÁV trakció, és a helyét átvette a MÁV start, úgyhogy a mozdonyok éléről és oldaláról a H-MÁV-TR feliratot felváltotta a H-start. Egészen a mai napig ebben a verzióban közlekednek a gépek, ugye ez egy 8 éves időtartam lassan, úgyhogy az utóbbi 8 évben mondhatjuk úgy, hogy változásoktól mentes volt a gigantok élete. És akkor most nézzük meg ezt a 21-es pályaszámú mozdonyt, pontsuk ki, és vessünk egy pillantást elsősorban a tetőkertre. És most jöjjön a videó legizgalmasabb része, a kicsomagolás. Na jó, vicceltem, nézzük inkább a modellt. És itt is van a V63-asunk, a 21-es pályaszámú mozdony tartom itt a kezemben, a klasszikus ollós AOP 317-es típusú áramszedővel. Kezdjük is a tetején a gépnek, hiszen itt van a legérdekesebb változás a korábbi modellekhez képest, mégpedig ez az áramszedő. Itt annyit kell tudni, hogy ez az áramszedő, mint itt látjátok, 4 darab ilyen kis támasztókkal, illetve porcelán csigával csatlakozik a tetőhöz, és itt alul neki látható is, hogy 4 darab ilyen kis támasz van ott a mozdony tetején, a tetőlemezen. Ez azt jelenti, hogy ezt az áramszedőt nem lehet csak úgy lecserélni, illetve a másik félpantográf szedőt azt nem lehet csak úgy ennek a helyére tenni, tehát itt egy valós karosszéria változatról beszélünk, mégpedig ez a tetőelem, ez módosítva van, úgyhogy tartalmazza ezt a 4 kis felfogató pontot. Hogy jobban lássuk, miről beszélek, megmutatom itt a 37-es pályaszámú mozdonynak a tetejét. Látszik rajta, hogy itt nem olyan a tető elrendezése, mint a frissen kiadott 21-es pályaszámú mozdonyon, úgyhogy tényleg az Acme elkészítette ennek az ollós szedőnek megfelelő tetőlemezt is. Ezt valószínűleg egyébként ők úgy érték el, hogy ez a része a tető szerszámnak, ami a fröccsöntő szerszám része, ez valószínűleg cserélhető. Egyébként nem csak ez az egy dolog, ami különbözik, másról majd később egy picit szót ejtek. Maga az áramszedő jellegében nekem úgy tűnt így a képek alapján, hogy hasonlít az AOP 317-es típusú áramszedőre, úgyhogy nem csak egy olasz gépnek az áramszedőjét kaptuk meg, hanem egy AOP 317-es áramszedőjére nagyon hasonlító dolgot. Nagyon a részletekben nem akarok bemenni, de fényképről, illetve a jellegrajzokból nekem úgy tűnik, hogy
ez a szedő bizony az a szedő. Amire érdemes vigyázni, hogy nagyon kis filigrán, nagyon vékony az egész szerkezet, könnyen nyílik, könnyen csukódik, viszont itt a paletta része azért meglehetősen vékonyra sikerült, kipróbáltam felső vezeték alatt, működik, nem nincs vele probléma, de azért óvatosan, mert hogyha ezzel akad, akkor azért nagy bajt tud csinálni. A mozdonynak a tetőberendezései, ugye az áramszedőt leszámítva, megegyeznek a korábbi képekével, ami itt kiemelendő, hogy ismét nem sikerült ide azt a kis fekete ragasztószalagot belülről beragasztani az Acme-nak, így ott kilátszik a nyáklap. Amit még érdemes megjegyezni, hogy ugye mondtam, hogy van még egy dolog, amivel ugye más ez a mozdony, mint mondjuk a 37-es, az pedig itt a emelő pontoknak az elhelyezkedése, illetve hogy itt elől, ugye az alacsonyabb pályaszámú gépekhez hasonlóan, itt van egy plusz ilyen kis emelő pont, ez ugye itt a főkeretben van kialakítva, és ez a kaszni részét képezi. Ha megnézzük, akkor látszik, hogy a 37-esen nagyon helyesen ott nincs semmi, neki csak itt a forgóváznál van meg az emelő pontja. A gyártó erre is figyelt, hogy ezt a forma módosítást is elkészítette. Valószínűleg egyébként olyan szerszámmal dolgozik az Acme, aminek több eleme is cserélhető, lehet variálni a különböző kaszni variánsok között. A mozdonykürt is egy érdekes kérdés. Ugye itt ennél a mozdonynál itt a tetőn helyezkedik el. Erről annyit kell tudni, hogy 2000 környékén már ide föl lett szerelve itt a tetőre a kürt, és nem pedig itt elől az ablak fele volt, mint mondjuk a korábbi képeken látszik, úgyhogy ez a részlete is pontos a modellnek. Terepasztalon is kipróbáltam, most csak beleraktam egy sima néma dekódert, teljesen jól viszi a gépet, szép halkan fut, nagyon jó a lassú menete, ahogy a korábbi gigantokénak is, illetve ugye működnek a funkciók, ugye külön kapcsolható a felső fényszóró, illetve a külön kapcsolható zárfények is. A mozdony többi része az gyakorlatilag teljes mértékben ugye a standard már megszokott gigant forma és gigant minőség, ugye amit a Acme-tól elvárhatunk. Nagyon megnézegettem ezt a gépemet, én különösebb, komolyabb hibát nem találtam rajta, körbe is fotózgattam, úgy se vettem észre olyan nagy egetrengető hibát. A mozdony festése, feliratozása abszolút hozza a korábbi gépek minőségét, semmilyen komolyabb problémát nem találtam ezzel kapcsolatban. Az ütközőknek a széle is ki van festve szépen fehérre, illetve ugye a korábbi gépeknél már megszokottan itt a különböző légtömlők is megfelelő színűre, pirosra, illetve fehérre vannak festve. Nagyon jól hozza az eredeti kis gigantos feelinget. Talán kicsit üröm az örömben, hogy a zárfényeknek az optikája az ugyanúgy átlátszó, ahogy a korábbi mozdonyokén, ez nem színezett plexiből, illetve ilyen fényvezető prizmából készült. A szétszerelése hasonlóan a korábbi gépekéhez kicsit bonyolult, úgy én a klasszikus technikát alkalmaztam, kiszedtem itt elől a kis szerelvényeket, az ütközőket már nem kellett, és ilyen kis plastik kártyákat bedugva a oldalá alá szépen ki tudtam pattintani a kis karmokat, és akkor lejött a kaszni a dekóder beépítés kapcsán. Magán a mozdony nyáklapján nem módosított az Acme, az ugyanúgy van, ahogy a korábbi gépekén, kicsit macerás az, hogy alulról kell behelyezni a dekódert. Összegezve a mozdonnyal kapcsolatos tapasztalataimat, azt kell, hogy mondjam, hogy meg vagyok elégedve. A mozdony futási paramétereivel nem volt gond, igazándiból az összeszerelés minőségével se. Ötödik korszakosként elég nagy azoknak a vonatoknak a tere, amit utána lehet rakni, gyakorlatilag bármilyen klasszikus MÁV festésű kocsit, illetve ugye mivel 2008-ban lettek ezek a mozdonyok csak MÁV TR-esítve, ezért még startos kocsikat is mögé rakhatunk, akár startos logóval, akár startos logó nélkül, 26 Halber Statti kocsikat, 26 klasszikus lengyel BO kocsikat, Y kocsikat, mögé lehet rakni természetesen Fugert kocsikat is, illetve tetszőleges tehervonatot is tudunk vele továbbítani minden gond nélkül. Egy széles skálán alkalmazható modellről beszélünk így. Az árával kapcsolatban ugye 100 000 forint lett a
mozdony végső ára. Ez az ár 5000 forinttal több, mint amit a 37-esért fizettem, de annak a tükrében mégse annyira vészes, amennyire ingatag mostanában a hazai valutánk árfolyama, úgyhogy nem drágult jelentősen ez a mozdony. Természetesen ugye azért 100.000 forintról beszélünk, ami nem kevés pénz. Nyilván az embernek ilyenkor azért vannak elvárásai egy modellel kapcsolatban. Én azt mondom, hogy érdemes megnézni a gépet, érdemes megnézni ezt a bemutatót is róla. Nagyobb képeket is tettem föl, úgyhogy lehet szemezgetni. Aki ebbe a korszakba utazik, annak szerintem egy jó választás lehet a mozdony. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. További szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!